Mi Hazánk mozgalom megdöbbenve áll azelőtt, hogy a elsősorban, de nem kizárólag Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét az elmúlt hetekben sújtó viharok, jégverések vagy jégviharok kapcsán a kormányzat a számára biztonságos semmittevés álláspontjára helyezkedett, és úgy gondolják, hogy semmi tennivaló nincs. Most jelzem, hogy, és a Mi Hazánk mozgalom is jelzi, hogy az agrárkormányzatnak és más minisztériumoknak is lenne bőven tennivalója, hiszen rengeteg olyan honfitársunk él, főleg az ország északkeleti megyeiben, akik önhibájukon kívül kerültek abba a helyzetbe, hogy 100 000 forintot sem elérő nyugdíjból kénytelenek megélni, vagy inkább tengődni. És a jelenlegi élelmiszerinfláció, a jelenlegi gyógyszeráremelkedések és emelkedő rezsitételek mellett már nem tudnak kifizetni egy vagyonbiztosítást, egy lakásbiztosítást. Ennek az érintetti körnek a javára kellett volna már létrehozni, és kellene most is létrehozni egy olyan állami pénzalapot, amely a házuk lakhatóvá tételének, újra lakhatóvá tételének költségeit fedezi. Ha van 244 milliárd forint, még ellenállás szerint is teljesen feleslegesen székházvásárlásokra Budapesten, akkor nyilván a képzeletbeli kormányzati bogrács aljáról össze lehetne kaparni azt a néhány milliárd forintot, amely mondjuk a Nagyecsedi, a Győrteleki, a Kisvárdai, vagy éppen Szabolcs megye más részein, vagy Szabolcs megyén kívül élő emberek számára jelentene segítséget, akik az elmúlt hetek viharai természeti csapásai miatt szenvedtek károkat, és szó szerint a fedelet tette tönkre a fejük felől a vihar. Ez lenne tehát az egyik javaslat a Mi Hazánk mozgalomnak, egy külön állami pénzalap létrehozása a lakások, lakás céljára szolgáló ingatlanok minimális felújítása érdekében. A másik érintetti kör a gazdálkodók, a parasztgazdák, a termelők köre, és szeretném jelezni, hogy ez nem csak azokat érinti, akiknek mondjuk a kukorica vagy napraforgó tábláját a földdel tette egyenlővé a vihar, hanem valamennyi magyar embert érinti, hiszen amennyiben az állam nem siet ezen gazdálkodók segítségére, jellemzően, de nem kizárólagosan ismételten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről van szó, akkor a további élelmiszerár emelkedések miatt mindenki meg fogja ezt érezni, mindenki fogja érezni a hatásait, az ország valamennyi lakója, akik a boltokba járnak és vásárolnak. A mezőgazdasági kárenyhítési alap már régóta, sőt mondhatjuk azt, hogy kezdetektől fogva teljesen alkalmatlan a nevének megfelelő funkció betöltésére. A Mi Hazánk mozgalom szerint a jelenlegi kárenyhítési alap semmifajta valós kárenyhítést nem jelent a gazdák számára, holott a gazdák minden évben befizetéseket teljesítenek, ugyanakkor ennek az alapnak, az alapból a pénzhez való hozzájutásnak olyanok a feltételei, olyan a számítási módszer, hogy gyakorlatilag érdemi segítséget egy ilyen jégvihar után egyik gazdálkodó sem kap. Ha megnézzük ezeket a sokszor több száz vagy több ezer hektáros, nyilván nem egy személy tulajdonában lévő táblákat, főleg kukoricát és napraforgót, de mondhatnék egyébként más szántóföldi kultúrát, sőt mondhatnám a gyümölcs és zöldségkultúrákat is, hogy ott, ahol nem volt nagyon nehezen megvásárolható és megfizethető jégvédelem, gyakorlatilag nem csak ennek az évnek, hanem a következő éveknek a bevételeit is tönkretette, ennek az esélye is elveszett a gazdák számára. A mezőgazdasági kárenyhítés alapból a matek végén mindig az jön, hogy vagy nem kap a termelő, vagy olyan nevetséges elenyésző összeget, amely a kár töredékét sem fedezi. A másik fontos kérdés pedig egyébként a piaci alapú mezőgazdasági biztosítások köre, amelyeket piaci jellegükből adódóan rendkívül drágán lehet megvásárolni, éppen miatt nagyon kevés termelő van abban a helyzetben, hogy ezt meg tudná fizetni. Itt a biztosítók kimenekülési, mentesülési lehetőségeit kellene a törvényhozás eszközeivel visszaszorítani, hogy ne tudják a biztosítók örökké kimagyarázni magukat, és éppen akkor találni valami mondva csinált ürügyet vagy kifogást, amikor fizetni kellene. Tehát azon kívül, hogy a lakóingatlanok felújításához szükséges összegek biztosításához kellene egy állami pénzalapot létrehozni, a Mi Hazánk mozgalom sürgeti a mezőgazdasági kárenyhítési alapreformját. Adott esetben, ha más megoldás nincs, itt is egy külön pénzügyi alap létrehozását, illetőleg a nagy multik körébe tartozó
biztosító cégek megrendszabályozását annak érdekében, hogy sem akár mondjuk a lakásbiztosítási káreseményeknél, sem a mezőgazdasági biztosításokhoz kapcsolódó káreseményeknél mindenféle süket szöveggel ne tudjanak kimenekülni, akkor, amikor az ügyfélnek a legnagyobb szüksége lenne ezeknek a kártérítéseknek a kifizetésére.